Közismert tapasztalat, hogy fél pohár folyadék, meg fél pohár folyadék az egy pohár folyadék. Ezt szeretnénk ellenőrizni ezzel a kis kettős lombik segítségével. Ezt a kis kettős lombikot varázslombiknak hívják, ennek megfelelően valami érdekes jelenségre számítunk. Elsőként egy megfestett folyadékot teszünk az alsó lombikba. Ehhez egy fecskendőt használunk, amelynek segítségével az alsó lombikba tesszük a folyadékot. Ez hipermangánnal megfestett folyadék, hogy szép színe legyen. Még nem elegendő a folyadék. Nagyon szép színe van a hipermangának, bár a ruhánkon nincs jó hatása. A felső kis lombikba pedig ezt a színtelen folyadékot töltöm, ami egyébként alkohol, míg a színes folyadék, az pedig hipermangánnal megfestett víz. Ebből is kell majd valamennyit beletennünk. A szűkület azért jó a két lombik között, hogy ne keveredjen össze idő előtt a víz és az alkohol. Teljesen teleteszem, úgyhogy a vékony csőbe fölemelkedjen a folyadék szintje. Így mutatom, hogy a gumigyűrű alatt található a folyadék szintje, akkor a gumigyűrűt kicsit aláviszem a szint alá, tehát most kicsit följebb van a folyadék szintje, ott visszaállítom, és pont a gumigyűrűgér a két folyadék. Ezzel a kis gumidugóval lezárom a rendszert, és összerázom. Tehát összerázom, hogy összekeveredjen az alkohol és a víz. Mindenki látja, hogy közben a gumidugó végig a lombikban található. Amikor egyforma a színe, akkor valószínűleg jól összekeveredett a két folyadék. És nézzük meg. Így mutatom, hogy ennyivel kevesebb a két folyadék összekeveredve, mintha nem lenne összekeveredve. A jelenség magyarázata abban rejlik, hogy a folyadékok között, a folyadékok részecskéi között hely van, és a két folyadék részecskéi ki tudják használni azt a helyet, ami a másik folyadék között van. Hát itt igazából a víz részecskék között van nagyobb hely, tehát a vízmolekulák között üres hely van a vízben.